A Paktum programot az elmúlt hét évben is működtette a Baranya Vármegyei Kormányhivatal. Akkor toppos forrásként most az új támogatási időszakban hasonló konstrukciót top plusz forrásokból tudják közösen működtetni a Vármegyei Önkormányzattal, mondta Horváth Zoltán főispán. A rendelkezésre álló keretünk az kicsivel több mint 2 milliárd forint. Ezt elsősorban azokra a kismamák támogatására szeretnénk fordítani, bértámogatás formájában, akik az elmúlt évben a munkaerőpiac helyett otthon a kisgyerekükkel voltak. Viszont nagyon megváltozott azóta a munkaerőpiac, ezért őket erre fel kell készíteni, speciálisan kell velük foglalkozni, ezért is örültünk, hogy ezt a kezdeményezésünket, amit a Baranya-Vármegyei Kormányhivatal tett, hogy ezt a célcsoportot külön is kiemeljük az elleskeresők közül. A Vármegyei Önkormányzat elfogadta, és így közösen csak nekik tudunk egy ilyen programot csinálni. A nyár egyébként is a foglalkoztatások újraindításáról Szól, ugyanis nagyon népszerű konstrukciókat és programokat indítottak el, tette hozzá a Baranya vármegyei kormányhivatal főispánya. Jelen pillanatban több ezeren vesznek részt a nyári diák munkaprogramunkban, és a ginopos programjaink is újra fognak indulni, ezzel is támogatva Baranya gazdaságát, a baranyai foglalkoztatás politikát. A vissza nem térítendő támogatás Baranya vármegye területén élő elsősorban 50 éven felüli álláskeresők és inaktív személyek is igénybe vehetik. A programról és a támogatásokról bővebb információ a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain kérhető, ahol a kérelmek is benyújthatók. A támogatási feltételekről a www.munka.hu, illetve a www.kormányhivatalok.hu oldalakon található információ.